A jósláshoz és a személyiség jegyek megállapításához használt 12 állatövi jegy nagy szerepet játszik a népszerű kultúrában. De honnan erednek ezek a jegyek, és ki nevezte el a csillagokat? A csillagok eredeti neve némely esetben Mezopotámiából származik. Néhány csillagnak a görögök és a rómaiak nevet adtak. Ezek egy része fent maradt, más része nem. A római birodalom Krisztus után 450 körüli bukásával ennek a tudásnak a zöme elveszett, de az arabok megőrizték. Valójában a csillagászat nagy része azért maradt fent máig, mert az arab csillagászok megőrizték és kiegészítették a görögök és rómaiak számításait és munkáját. Krisztus után 150-ben Claudius Ptolemaios saját megfigyelései és történelmi feljegyzések alapján több mint 1000 csillagot osztályozott. Úgy tudtuk, hogy az égboltunkat borító összes csillagkép közül 12 állatövi csillagkép, de valójában 13 van belőlük.